1994-ben Mike Norland és felesége megvásárolták a Cascade Electronics-ot Portlandben, Oregonban. Elektronikával foglalkoztam, és a tulajdonos épp el akarta adni a cégét. Úgy láttam, ezt kell tennem, mert anyagilag ez nagyon jó lesz a családom számára. Ennek ellenére 2001-ben Mike és Leslie erőteljes csökkenést tapasztalt a bevételükben. Az üzlet lelassult. Az emberek sokkal kevesebbet költöttek. Akkor vált nehézzé a helyzet. El kellett bocsátanunk a legtöbb alkalmazottunkat, és saját magam kezdtem el a vállalkozásban dolgozni. Nagy kihívás volt, mert sokszor rá kellett jönnünk, hogy nem tudunk magunknak fizetést adni az adott hónapban. A cég mínuszban volt. Leslie elkezdett imádkozni az adakozással kapcsolatban. A házaspár mindig fizette a tizedet saját fizetéséből, de Leslie a cég bevételéből is szeretett volna fizetni. Mike hezitált. A saját dolgaink rendben voltak, de az üzlet nehezen ment. Úgy voltam vele, hogy uram, ha te is így akarod, akkor szólj a férjemhez. Azt mondta, hogy rengeteg áldásban részesülhetnénk. Azt mondtam, jó, próbáljuk meg. Szabad kezet adtam Leslie-nek, hogy tegye, amit jónak lát. Mike és Leslie úgy döntöttek, hogy a 10%-ot Isten munkájának támogatására szánják. 2010-ben 700-as klub partnerekké váltak. Amikor elkezdtünk adni a 700-as klubnak, jelentős változást tapasztaltunk. Nem tudom, hogy hogyan történt, de mindig volt elég, és még megtakarításaink is voltak. Addig soha nem tudtunk korábban félretenni. Számos olyan vállalkozás van Portland környékén, amelyek csődbe mentek. Mi még mindig itt vagyunk. Rendszeresen megkérdezik tőlünk, hogy hogyan csináljuk. Azt szoktam mondani, hogy Isten jó indulata van rajtunk. Tizedfizetés nélkül ki tudja most, hol tartanánk. Onnantól, hogy elkezdtek adakozni, vállalkozásuk növekedésnek indult. Már az ötszörösét adják a CBN-nek, mint korábban. Ha bíznak Istenben, akkor a határa csillagoség. Én azt mondom, higgyenek benne. Higgyenek benne, imádkozzanak, adjanak, és meglátják, hogy Isten valóban cselekszik.